itt ezek mindenkor vannak egyformán. Hangfény. Ez így jó szín vagyok. Ez így fog lenni. Egy. Jó van, oké. Okay. Csak volt. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntem benneket, hát végül is csak össze elpróbálhatunk. Az a kérdésem, hogy a múltkori találkozásunk után kinek milyen gondolatok voltak úgy otthon? Erre van egy nagyon konkrét módszer. Jó. Hogyan vízzel? Nem tudom, hogy arra így van. Az rendben? Oda voltam én vízzel. És? Három nap. Most jöttem haza vasárnap este. És bele tudtam menni a vízbe? Hát úgy, idáig. Aha. Kértél a borba vizet? Nem, a tóba. A tóba, a lépcsőn álltam, és a tóba bele nem is tesz. A tóba, a viszapos részén is álltam, meg másiknál, de a lépcsőn álltam, hiszen nem érkeztem. Egész. De ez már megszól az őrizáról. Az egy nagy darab. Ez van a tó. Így van. Azért ez érdekes, mert azért mondtam azt is, hogy néha a zuhanyalat is ügyetem meg a hajókollagot. Nem mindig. Amikor már ez a nem mindig érzésed van, arra tudunk hagyatkozni, és abból tudunk, hogy kellene tudni. És most hozzá a vízbe is, nem volt semmi rossz érvegy, félelem. Mi az, hogy fogtam így a... Mert ugye a természetes közegünk, tehát alapvetően a foganás maga is egy elég nedves közeg, maradjunk ennyiben, minden szempontból. És ugye az egész magzati kor egy ilyen nagyon nedves közegben van, tehát alapból ennek nem kéne, hogy idegenként legyen jelen. Ez úgy van, mint amiről beszéltünk, hogy ez egy posztraumás tesz, valamikor valamelyik előző életedből, vagy a magzati korban egy olyan traumát éltél meg édesanyád által, amit ő megélt, és az rajtad és benned is. És ez azért fontos, mert ez föl kell, de legalábbis kellene oldani. Ezt föl tudjuk oldani. De azért fontos, hogy erről beszéljünk, mert nem mindegy, hogy hogyan fújod ki az utolsót. Hogy ez most feldolgozott állapotban van, vagy feldolgozatlanul viszed tovább. Érted? Tehát ezt innen is. És ott volt olyan érzésem, hogyha valaki ismerős, hogy lett volna mellettem, aki... Akinek a nyakába bele tudsz tapasztalni. Igen. Igen. Akkor úgy érezem, hogy szeret. Mert hogy a jó, ez a lényeg, a jó érzésnek is megvan a csatlakozása, hogy emlékszem rá, hogy egyébként ez jó. És majdnem biztos, hogy itt anyuhoz kapcsolódik a dolog, mert a biztonságérzet és a bizonytalanságérzet az egyként van jelen, tehát mind a kettő jelen van. Tehát ebből már nem olyan sokkal ki lehetne ebből jönni. Jó, tehát ugyanerről a részről folytatjuk a beszélgetést tovább. Ugye ezért fontos, mert a víz itt, tehát a víz az elme, ezért beszélünk erről. Jó, tehát alaposan a gerincről, azért alaposan, mert ugye erről a területről van szó, a 3-as, 4-es, 5-ös lumbális csigolyáról. Nem tudom, hogy tudjátok-e, láttátok-e már, hogy maga a porckorom az hogyan is néz ki. Tehát ugye ez a csigolya test, és ez a porckorom. És képzeljétek el, hogy ez egy ilyen spirális formában van föltekerve egy ilyen műanyagtávol beáztatott szúnyoghálónak.
formájú mag, ami egy ilyen zselés mag. És amikor jön a nyomás, tehát a vállakon a gondolatok, az érzelmek, az élet terhe elkezdi nyomni az egész csigolyasor, akkor maga a porckorong, aminek itt látjuk, egy kicsit látszik, hogy egy picit így homoló az oldala, akkor az onnantól kezdve elkezd kiegyenesedni, majd kicsit ilyen dombolóvá válik, és akkor van az, hogy ez a magfolyadék, ez elkezd kimenni, tehát ekkor hívjuk ezt sérnek. Tehát akkor is, amikor a hasfal kiszakad, vagy kirepet, akkor mondjuk ezt sérnek. És ugye ez itt a gerincvelő, ugye, ez, és itt lép ki az ideggyök, meg a másik oldalon is. És akkor, amikor az ideggyököt már elkezdi nyomni a kilépő magfolyadék, akkor van az érzés. Igen. Igen. Ez ugye nagyba így néz ki. Ennek kéne itt, tehát ez normális, és akkor ez a gerincsér gyanú, ez a másik, és akkor ez, amikor már ilyen jégcsap formának mondjuk, tehát amikor ez így elkezd kilógni, akkor már ott nagy vidi van. Na most, amikor műtét van, akkor ezt itt leszedik. Ezt innen, így. Fölnyitják, egy napos műtétel kikaparják. De attól még ez nem megy vissza. Tehát a gondolkodás, módváltás, a tehermentesítés az azért fontos, hogy vissza tudjon menni, mert hogy a szervezet öngyógyító képessége az mindenre képes. A testünk 7 év alatt ezt a 100-tól, ugye 70-től 100 trillió sejtig, ez ugye 7 év alatt, maximum 7 év alatt. Most egy picit gyorsul a világ, tehát nem is kell neki annyi idő, lecserél. És időskorban is. Mert hogy az élet az addig tart, a szervezet az a testünkben is, ameddig az élet tart. Tehát, és ugyan persze a csontnövekedés a 27 éves korban megáll, de attól még, amikor 40 évesen töröd el a lábad, vagy 60 évesen, attól még az ugyanúgy befor, tehát ott azért még az egyéválás, a sejteknek az aktivitása mégiscsak megjelenik. Meg amikor későn vágod el már, hogy itt későbbi korban, életkorban vágod el a kezed, vagy van egy sérülésed, az akkor is befor. Tehát ugye az élet az mindig van. És az élet az arról szól, hogy az anatómiai állapot, ami a biokémiailag lennie kéne, az minden körülmények között vissza tud állni. Tehát azt, amikor azt mondják, hogy nem tud egy gerincsér meggyógyulni, akkor az, mondjuk úgy, hogy fogadjuk ezt fenntartásokkal. Nem igaz. Akkor tud ez automatice meggyógyulni, hogyha a lelki, érzelmi, gondolati terheket le tudjuk tenni a vállainkról, nem nyomja semmi a vállunkat, ami egyébként honnan indul, innen. Tehát ami a lelkedet nyomja, az nyomja a vállodat is. És akkor nyaki fájdalmak, háti fájdalmak. És most ugye leértünk egészen az aljáig, úgyhogy az alapjáig, az aljas gerinc alapjáig értünk le. És azt nézzük meg, hogy ez az alsó három lumbális csigolya, tehát 3-as, 4-es, 5-ös, meg a szakrális 1-es, 2-es, 3-as, az mitől betegszik meg? Tehát, hogy milyen lelkialkok vezetnek oda? Mik azok a terhek, amiről én beszélek? Ugye ez az alja, tehát ugye ezzel a területre beszélünk, ugye ezt veszük most, bolcsó alá, ezt. Na, és akkor ez egy picit másképp. Ugye, lombális 3-as, 4-es, 5-ös, szakrális 1-es, 2-es, 3-as. Hát most ez a terület, csak fölnagyítottam ide nektek. Még látszik az is, hogy az idegszálak hogyan lépnek ki a csigolyák között. Úgyhogy most
ezt a területet vesszük. Ezt. Amikor feszült, viharos családi helyzeteket élnek. Nem mondom, hogy nem teszek meg dolgokat, azért, hogy ne bántsak meg vele másokat, ám ezzel saját magamnak ártok. És igyekeztem egy olyan arcot megmutatni. Egyrészt azért, mert előbb-utóbb mindenki beleint ebbe a korba. Másrészt valahogy ez a fajta elszigetelődés az idősebb korban jellemző, mint a fiatalabb korban. Nem kell, hogy ilyen idős legyen. Tehát nem kell, hogy életkorban eljusson az ember idáig. Ezt egy jóval fiatalabb korban is meg tudja tenni, hogy akár gyerekként, akár fiatal felnőttként, hogy nem merek szólni, nem hogy megbántsak valakit. Inkább magamra fordulok, és akkor van egy ilyen tűnő. Jó fiúnak, jó kislánynak mutatom magam. Igen. De az is jó. De frusztráltá tesz, főleg ha egy saját vágyaimat kénytelen vagyok félretelni. Tehát, hogy emögött mi van? Éppen ma mondtam valakinek, aki volt nálam kezelésen, hogy egy tünemény ember, tényleg. És mondom, hogy figyelj, kirakatrendezés nagyon megy. Tehát, szenzációs apa, szenzációs férj, minden rendben van. De mondom, a hátsó udvarban nem menjünk be, ugye? Tehát a kútalásra nézel be senki, de ahol a raktár van, tudod, oda ne nézzünk. Tehát, és nem nagyon műmájár módon, de mégis. Tehát a finom részeken meglátjuk, megérezzük, hogy mit titkolunk. Ez a korra is jön. Tessék? Ez a korra is jön. Valaki nem olyan, tudom én, 20 éves korában? Figyelj, rá lehet fogni a korra. Valakinél igen. Valakinél igen, de Hofi azt mondta, hogy ki mennyire hülye, annak semmi köze a lakóhelyhez. És az életkorral ez ugyanez a helyzet. Tehát a hülyeség az nem földrajzi hely és életkor függő. Amikor az életkor átcsap, ugye, hogy már nagy valószínűséggel nincs annyi hátra, mint amennyi már eltelt, akkor elindulhat egy demencia. És akkor ez a tapot is bakonak mondom, és igazából fogalmam sincs, hogy mikor pisiltem, vagy pakiltam, csak amikor letoltam a nadrágot, és láttam, hogy igen, valami mégiscsak volt. Ezek demens, illetve demencia típusú tünetek. Alapvetően agyi funkció, de ez vérellátás. Tehát ennek van egy csomó biokémiai oka, meg persze lelki oka is. Beszéltem már nektek arról, hogy... Mondtad a kiadatoknak, hogy igen, szépen mosolyognak, de előbb jön a háttérben, hogy ugye ez ugyanez vonatkozik, hogy már pápa, meg a fiatalok milyen volt, és most milyen. Nem biztos, hogy az életkor, hanem a gondolkodásból. Az, hogy ő mind ment keresztül. Hogy hogyan sikerült feldolgozni az életét. Tehát, hogy csak a korra nem lehet ráfogni. Nem. Tehát, hogy igenis, hogy lehet... Szerintem az időjárás, nem arra is tudunk ráfogni. Igen. Tehát, hogy front van, érted? Front. Még szerencsére nem a második után vagyok harmadik, mert... Tehát, amikor front érzékeny az ember, akkor front inszed, ugye? Igen. Hogy ne billenjék ki abból az egyébként álságos belső egyensúlyomból. Azért álságos, mert nem valódi. Ha meg lenne a belső egyensúlyom, akkor tök mindegy, hogy milyen idő van. Hát most jön a front, mert majd jön a meleg. Most ugye tolja maga előtt az esőfelhőket a hónap utáni meleg,
És ezért rosszul kell lenni. Egyébként nem tudom, láttátok a tévét, hogy működik? Most mondok valamit. Szerdán este befejezték az influenza típusú gyógyszerek reklámozását, szerdán este, és csütörtökön reggel pedig elkezdték az allergia gyógyszerek reklámozását. Tehát téged nem hagynak békén, neked betegnek kell lenni. Olyan nincs, hogy te egészséges legyél. Megszedjed a nem tudom mit, mert frontérzékeny vagy. Ugyanez a férfiaknál, hogy elmentek a csajok, akkor beszéljünk a prosztatáról. És az ember odáll a férfi vécébe, a fajanszhoz, gyakorlatilag Isten mentse meg a fajanszot, mert szétpisilem, érted? Tehát olyan erővel jön. De amikor meghallom, hogy a prosztata megduzzad és nem fogsz tudni pisilni, hát tényleg. Hát tegnap úgy pisiltem, hogy tűzoltós slagért, tehát sehol nincs hozzám képest, most meg hát olyan félhatva minden szempontból, hogy úristen. Mert bemegy a hülyeség. Hát beáll. Hagyjuk magunkat. A táplálkozás az úgy kezdődik egyébként, hogy elindul az etetés. Ugye szórják az etetőanyagot, aztán ki is halásztak. Persze, hát egyed, ami kell. Tehát, hogy ami nekünk eladó, azt te csak egyeket eszegesen lefelé szépen, mert az úgy az oké. Tehát nem egészen úgy van az, hogyha az ember vissza tud állni, már pedig vissza tud állni a saját belső egyensúlyába, akkor jöhet a front, meg jöhet a tévé, meg jöhet bárki, érted, és azt mondod, hogy és? Én boldog vagyok, úgy döntöttem. És innentől kezdve mindenki azt semmit akar. Hát te úgy keseredsz, ahogy neked tetszik. Hát a te dolgod. Viszont én akkor is jól érzem magam, hogyha téged hónap tepsén tolnak ki. Elmondok érted, hogy mi atyánkod vagy nem, de kár, hogy már nem élsz tovább. Na, rendben van, de ez az élet rendje. Kijön a hajtás, kijön a levél, kijön a virág, kijön a lehullik, az hazamegy. Megy minden a kerékvágásban. Tehát azért, hogy neked rossz, azért nekem még kéne rossznak lenni. Már úgy értem, hogy rosszul érezni magamat. Azért, mert mit képzelek én? Hogy amikor én rosszul vagyok, akkor az egész család legyen rosszul. Na, hogy életem, aki nevet műeljen. Nem. Tévét nem kapcsoljuk ki, meg a rádiót. Esetleg jó mondom, nem mondjuk, de tévesen. Van benne egy olyan zeneszám, amikor az embernek a szája sarka egy picit így meg monolizásodik. Nem lehet. Mert mindenkinek rosszul kell lenni, mert rosszul kell lenni. Na. És akkor ehhez van nekem egy kérdésem. Amikor a másik rosszul van, mondjuk a családban a másiknak, akkor ő figyel arra, hogy én nekem ne csináljam rossz kedvet? Hát, vagy figyel rá, vagy nem. Ez a három. Hát ez meg a másik. Hát figyelj, nem érdekli őt. Nem. De veled mi az van? Azért minket se érdekeljen, hogy annak rossz kedve van. Igen, de nem. Tehát fordítsuk meg ezt a dolgot. Az eredmény ugyanaz, de egész, tehát másképp is lehet. Tehát lehet úgy is, hogy én, ha a fene fenét eszik, ha kézzel fogva jönnek a cigány gyerekek az égből, érted, párjával, én akkor is jókedvű leszek. Illetve vagyok. Igen. Mert én így döntöttem. Az, hogy babám, te, hogy nem, az a te dolgod. Ha megkérdezed tőlem, hogy te, ha mondd már te, hogy csinálod, ha mit ül van neked ilyen jókedved, akkor elmondod, hogy figyelj, elkezdtem másképp gondolkodni. Elkezdtem egy picit másként élni az életem. Elkezdtem egy picit jobban örülni annak, hogy vagyok. És figyelj, nagyon fontos, hogy mit mondasz rólam, de sokkal kevésbé érdekel, mint ezelőtt két hónappal, vagy fél évvel. Nem számít. Az se, hogyha dicsérsz, köszönöm szépen. Az se, hogyha elkezded a bokámat rugdosni. Igazából sokkal nagyobb a belső egyensúlyom, és innentől kezdve azt tudom mondani, hogy figyelj, elfogadlak, szeretlek, tisztelek úgy, ahogy vagy. Azon érdemes elgondolkodni, hogy hát, ha te is tudnál magad úgy tisztelni, szeretni, mint ahogy én képes vagyok téged.
Tehát beszéltem valakivel, és kérdeztem a hölgyet, hogy hát mondom, van-e otthon talpig tükör? Talpig? Egyetlen egy tükör nincs a házban. Egy se. És van egy pici gyerek, aki ott volt a gyerek, és én megmondtam, hogy egy életen egy halálom, de mondom, kedves, ennek a pici gyereknek egész nap ezt kell nézni, amiben te nem akarsz, vagy ő nem akar vele nézni. Tehát, hogy szokni kéne a gondolatot, hogy annak a gyereknek milyen trauma az 0-24-ben. Az, amit anyu saját magával kapcsolatban nem akar látni. Értjük? És ugyanez a másik. Tehát erről beszéltem a múltkor nektek, hogyha az egyik fél is egész, meg a másik fél is egész, akkor a két egész az még egészebb. És akkor ott van az a metszet, hogy tök jó együtt, és tök jó külön. Viszont, tehát csak hogy akkor is megfájdulhat, ha nem mutatom ki az érzéseimet másik felé, meg túlérzékenységénél, félek attól, hogy milyen reakciót váltok ki, akkor és úgy, ahogy megnyilvánulok. Nem én voltam. A totya volt. Ha senki nem vállalja esetleg, akkor én voltam, de egyébként nem én voltam. És hányan éljük ilyen álvilágba az életünket? Ez a faluhelyen ez nagyon jól működik. Ez a mit szólnak, meg a beszélik, meg a mondják. Hogy éppen azt, hogy hallottam valamelyik nap, hogy hogy valaki azt mondta, amikor erről beszéltünk, hogy köszönni kell a papácsinak, a tanítónak, a kántor elvtársnak, nem tudom, mert megszólnak is. Köszönjél, mert engem szólnak meg. Köszönni kell. És nem az a lényeg, hogy nem a köszönéssel van a probléma, köszönjünk természetesen. De ne azért köszönjünk, hogy mások mit szólnak. Én nagyon emlékszem rá, hogy anyai nagyapám presbiter volt. Az anyai, illetve az édesapám anyai ágán, ott pedig egy nagyon erős katolikus vallásosság volt. Tehát mi párhuzamosan jártunk mind a két templomba. A felső párton könnyű, mert az egyik egy is sarkon, a másik a másik sarkon, de logisztikailag nem volt egy nehéz sztori. És amikor mondtuk a mi atyánkot a végén, ugye nagyapám ekkora nagy bajosszal ott a presbiterek között, tehát ugye ez egy rang volt, egy büszkeség, ez egy komoly dolog, én is nagyon-nagyon büszke voltam, emlékszem rá. Viszont beperítettem nyelvem, amikor a mi atyánkot kellett mondani. Mert nem. És többnyire megy templomba voltunk, én akkor sem akartam tudni a mi atyánkot mondani, meg úgy egyébként is éreztem, hogy itt valami azért nagyon sántít. Értem én, meg úgy oké, meg lélek, meg együtt vagyunk, meg persze. Bár apai nagyapám azt mondta, hogy azért nem megy a templomba, mert ez a közösségerő nem tud mit kezdeni, mert persze így mindenki azt mondja, hogy imádkozzunk együtt, de mindig van, amit nem hagyja. Arról nem is beszélünk, hogy lehet, hogy mondja a liturgiát, de mit gondol közben. És ugye az epigenetikánál pont beszéltünk, hogy akár egy közösülés közbeni gondolat is milyen fura dolgokat tud kihozni. Tehát van olyan, hogy az usztismájtásnak a tibie meg van. Ez a... A tibi oda volt a háborúban, eljött hozzá az esperes úr, lementünk a pincébe. Hát ugye tavaszodott, azt a búza a hombár alján volt már csak. Olyan erős belehajoltam a hombárba, azt még erősebben gondoltam a tibire, az esperes úr is jött velem, na akkor lett meg magdika.
Honvárba a belehajolás közben erősen rágondolt a Tibire. És ez annyira érdekesen áthallik, hogy olyan is volt, hogy annyira gondolt a hölgy közben valaki egészen másra, hogy a gyerek 8 éves koráig arra a férfire hasonlított. És aztán váltott vissza a saját genetikai mintázatára. Tehát, hogy a gondolat teremtő ereje, ha valamikor érezhetjük azt, hogy most, hogy mi, mennyire számít. Itt bent, nem a mondják. A mondják nem számít. Hogy mondjam, azért van a nyelvem, a szája, hála Istennek. Lebírló, tehetetlené válok érzelmeimben, testemben, gondolataimban, ami megakadályozza a kreativitásom kibontakozását. Ugye itt a kreativitás bénul meg és ad egy lámot. De hogyha ugye tudjuk, hogy a teherviselés az ugye itt kezdődik. Ennek az egész teherviseléshez itt kezdődik a vállalatnál. És hogyha csuklyás izmok nyomva vannak, hogy ilyen jó ki magyar fejezzem magam, mert ugye maska meg föl van mászva a fára, a leves meg van éve. Hogyha ezek muszáj begörcsölni ennek a vállnak, akkor se a váll, se a könyök, se a kéz nem kap megfelelő mennyiségű vér, energiát, impulzust, információt. És akkor tehetetlenné válik ez a kéz. És amikor az ember elindul egy gondolkodásmódváltásba, és a lebénultság elér egy határt, hogy most már elér egy határt, tehát határtalannál válik, hogy tehetetlen vagyok, akkor a kéz alapvetően létrehoz egy helyzetet. Ezt. Hogy hát, ha eszembe jut a saját bajomon keresztül, hogy most már talán húzni kéne egy határt. Mint a bíróskori, hogy na innen húzzuk a szabadrugást. Húzni kéne egy határt, hogy eddig és nem tovább. Főleg a párbeszéd és a szexualitást érinti ez a probléma, merevvé, frigiddé válok. Hát ki a merev és a frigid? Hát a frigid biztos a hölgy. Ebből hogy merev ki, azt nem tudjuk, az ebből a képben. De hogy azért ez így látszik, hogy ő most őt nem szeretné, hogy őt szeressék. Van egyfajta elhidegelő lettek egymástól. Nem olyan merev a dolog már, amilyen meg kéne lenni, de nem is fontos. És a frigiditás az csak női privilégium, nem? Nem, szerintem ugyan, hogy a férfi is. Ugyan. De még, hogy meg. Ugyan. Annak a tapom, hogy láthatom, ahogy nincs láthatom. Igen. A Petőfi Rádióval a Harsai Leleték beszéltek tegnap, hogy tegnap előtt reggel hallgattam, hogy bizonyos ruhadarabokról beszéltek, ami mondjuk így ezt a, hát hogy is mondjam, a férfi kedvet, hogy kinek mi befolyásolja, kinek milyen irányú. És akkor mondja a Leventet, hogy a, hát azt mondja, ez a harisnya zokni, ami idáig él, és olyan diszkréten bevág ott ugye fél lábszárnál, tehát azt mondja, figyelj, nincs az a munkaket, ami el nem múlna ettől a látványtól. Tehát, mert ugye annak van egy olyan, mondjuk főleg, hogyha ez ugye nyári időszakban van, és mondjuk nem akkor vette fel mindjárt, hanem előtte mondjuk pár órában. Tehát annak van egy olyan, tehát hogy az orra is megérzi az embernek, ez nem csak a szeme. Na szóval, hogy van ebből egy ilyen, hát hagyjuk, jó? Hát hagyjuk. És nem kell, hogy frigiddé váljon tőle, csak van egy ilyen köszi. Viszont ha sok ilyen van, akkor már aludjuk, jó? Holnap korán kell kelni.
Jó, nézzük meg, hogy mitől működik újra. Nem egy, ez nem egy hónagy borotva reklám, hanem arról szól, hogy ki kell tárni a karjaimat. Kifelé kell kitárni a karjaimat. Ez az első kérdés. A kifelé, arra az a jó válasz, hogy kifelé, hát befelé. Tehát megértük már azt, hogy megölelem saját magam. Azt, hogy megölöm saját magam, azt tudjuk persze, ezen módon. Szegény öngyógyító képességünk csak a fejét kap, hogy ez a vélem megint öngyilkolja magát. Hanem, hogy nem fizikailag, hanem lelkileg, érzelmileg megölelem magam. Ezt tudjátok, mit jelent? Meditációban, meg simán, tehát a magyar ember aktív meditációra van be. Tehát mi úgy megyünk a lovon 200 kilométert egy nap, alszik a ló is, alszik a lovas is, és megy a karaván. Mert egyébként mindenki egy full meditációs állapotban van, és a fürkészek pedig segítik a sort. És éjszaka 0-24-ben ez megy. Nem állunk meg, csak indít. Ti könnyű helyzetben vagytok, mert alapvetően lányok vagytok itt. De azért mi fiúk is tudjuk ezt, hogy nagyjából milyen ez. Amikor először a gyerekedet, akit megszültél, megfogod a kezedbe, és ott van az az érzés, amikor a mellette teszik. Ott van az az érzés, amikor apaként megfogom azt a gyereket is. És ott van. Szóval valami, ez olyan átütő. Én azt mondom, hogy gondolkodjatok ezen. Amikor a saját magatokat akarjátok megölelni. Tehát amikor ez alatt, hogy fölmerül, hogy ha valakinek kéne már szeressen engemet. Engemeket. De ha engem nem szeret se, én is. Öreg vagyok, csúnya vagyok, hülye vagyok. Demens vagyok. Akkor azt mondom, hogy én itt vagyok, ugyanaz a gyermek, aki akkor voltam, amikor kibújtam erre a világra, és megfogom saját magam, és elkezdem csodálni, hogy én milyen szép vagyok, meg milyen ártatlan, meg mennyire most jöttem én a Mennyországból. És hogy tehát olyan újszülött nincs, akire a környezete nem mosolyogna. Meg amikor elmész család látogatni, babát látogatni, viszed a kelengét, meg a leves, meg a nem. Hí, kislányom! Még egy ilyen ronda gyereket. Hát ez egy nagyon káromat lett olyan ez, ami. Tehát ilyet nem mondunk. Mert az gyönyörű, mosolyog, ó, de gyönyörű, de cuki, és egyszerűen csurog a könnyed, mert nem tudsz betelni vele, mert olyan valami, olyan égi élményt ad a gyermekkel való együttlét, hogy az valami egészen csoda. Mert ő még kézen fogva van a Mennyországban a Jóisten, mert ő még tudja, hogy merre van a bagi vajon. És akkor hoz nekünk egy falat Mennyországot saját magából. Saját magával. Amit együtt meg tudunk élni. Próbáljuk erre visszaemlékezni. Öleljük már meg ezt a gyermeket. Ha végképp nincs minek örülni, akkor örüljünk saját magunknak. Ugye azért nekünk is van némi előnyünk így a fiúknak, mert ugye van egy ilyen nagyon értelmes egy mondat, hogy ha olyan szegények voltunk, hogy nekünk nem volt játékunk. Tehát hogyha nem fiúnak születek, nem is tudom, miben játszottam volna ugye egész gyerekkorunk. Szerencsére ez nem így volt. Ki kell fejezzem az érzéseimet, hogy a kreativitásom az fölébredjen. Ez megint csak a konvenciómentességről szól, hogy olyan helyen, hogy úgy